Mi itt együtt élünk és összetartozunk. Közösen kell megélni nehézségeinket és örömeinket, mondta Törő Péter polgármester a 39. szakályi kaposmenti fiatalok találkozójának megnyitásában. Fontos, hogy beszélgessünk egy kicsit az utcán, a rendezvényeinken, hogy éreztessük, hogy törődünk egymással mindenkor. Szüksége van a falunak erre a rendezvényre, szüksége van erre a rendezvényre a környező településeknek, mert ez így indult ezelőtt 40 éve, és egy fontos rendezvény a külség életében, amire összejövünk idősebbek, fiatalok, és ilyesmi jól érzi magunkat. Az idei rendezvény a Nosztalgia egyében szerveződött, mert arra akartunk emlékeztetni mindenkit, honnan indultunk és hova jutott a rendezvény, mondta a főszervező Feuerbach Szabolcs. A vonzerő nem változott ez alatt a közel 4 évtized alatt sem. Ez egy nagyon régóta megszervezett rendezvény, ugye 73-ban kezdték el annó az elsőt, most a 39-et szervezzük, és igazából a fellépők és a vendégek is úgy Dombovártól Simontornyáig az összes településről vannak, jönnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igenis, igen van. A retro hangulatot erősítették a fellépők is, hiszen Nádas György és Kovács Kati is évtizedek óta szórakoztatják a közönséget. A népszerű énekesnő azt mondta, a retro nem az előadóknak, inkább a nézőknek jelent sokat. Az, hogy retro, az nem is nekünk szól, meg nem rólunk szól, mert mi a dalokkal együtt élünk, nyilván a fiatalkorunkhoz kötődik. Persze, ha azt hasonlítjuk, hogy a mostani rádió felvételek, azok vajon 15-20 év múlva ismerősek lesznek az embereknek, mert ezek azért nagyon jó sikerült dalok voltak, jó szerzőpárosok írták. Most rengeteg dal van, de nagyon nehéz kiválasztani belőle azt, ami az embereknek tetszik, mert azt is mondhatnám, hogy dömping van. Kovács Kati azt mondja, az idő dolga, hogy eldöntse, mi marad érték és mi veszik el végleg. A kaposmenti fiatalok találkozója számára is ez a jövő egyik nagy kérdése.